Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a mai bemutató utolsó együtteséhez. Mielőtt azonban ismertetném az együttes nacionáliát, szeretném felhívni figyelmüket, hogy a táncos program csak itt ér véget a színpadon. 23:15-kor folytatódik ott a nagy fák alatt. Szeretettel várunk mindenkit táncházra. Tehát következik a Hargita Állami Székely Népegyüttes Csíkszeredáról. Az 1989-es december utáni változások során alapított csíkszeredai fiatal hivatásos népegyüttes szorgalmas hozzáértő munkával valósítja meg céljait. Célja a romániai magyarság folklórkincsének felgyűjtése, megőrzése, ezeknek magas színvonalú színpadra vitele a csak tiszta forrásból jelszóval. Fiatal hivatásosként ausztriai, több magyarországi turnéval, meghívással és a bukaresti falumúzeum patinás Dimitrije Gusti díjával is büszkékedhetnek. Meggyőződéssel vallják, őseik hagyományait éltetni, azt minél magasabb művészi eredeti szinten továbbadni, terjeszteni, nemes elhivatottság. Ennek érdekében élnek és cselekszenek. Az együttes igazgatója, koreográfusa András Mihály, aligazgató Füleki Zoltán, rendező-koreográfus Sára Ferenc, művészeti rendező Kozák Albert. Kísér az együttes zenekara. Mai műsorokban András Mihály Felcsíki Táncok című koreográfiáját mutatják be. Thank you.